Hétfőn nem volt alkalmam edzőterembe menni, mivel akkor jöttünk haza Esztergomból, de a mai nap pótolni fogom. Sziasztok! Szia! Jaj, telefon. Ezúttal remélem nem fogom magam megint összehányni az órán. Nyertetek már valamit a Túró Rudival? Gyúrok a GoPro-ra. Megpróbáltam a Sofit elaltatni. Egyelőre még közel sem néz ki úgy, hogy aludna. A mai vlogból megtudhatjátok, hogy hogyan szoktam vlogolni, illetve hát, hogy hogy szoktam összevágni a videókat, és hogy honnan szerzem a zenéket. Az egész sztori ott kezdődik, hogy egymás után pár másodperces videókat veszek fel a kamerával. Ha történik valami különleges esemény, vagy ha valami mondandó van, akkor azt mind-mind felveszem. Azért, hogy ne legyen egyhangú a vlog, vágóképeket is kell felvegyek. Ezek a rövid videóklippek, amiket felveszek a kamerával, egy ideiglenes tárhelyre kerülnek. Ez az ideiglenes tárhely nem más, mint az SD kártya, amit a fényképezőgépben használunk. Ezután az SD kártyáról felmásolok mindent a számítógépre. Létrehozok neki egy külön kis mappát, elnevezem mindig az aktuális nap dátumára, tehát hogy ha most június 14-e van, akkor 06.14-nek nevezem el a mappát, és ebben belemásolok mindent, ami a kis SD kártyán van rajta. És ezután jön a hókusz-pókusz bűvészkedés. Igazából nem is nevezném bűvészkedésnek, hanem van egy szoftver, az a neve, hogy Final Cut Pro, ez a Mac-eseknek már biztos, hogy ismert. A Windowsosoknak pedig biztos ismerős lehet az Adobe Premiere Pro, vagy egyéb más videóvágó program. Ezen belül a videóvágó programon belül létre kell hozni egy új projektet, és ebbe belemásolni az összes picike kis videó, tudjátok ezeket, amiket egy nap felveszek, és tulajdonképpen utána összeilleszted őket, össze kell ollózni. Tehát megfogsz, itt van egy klip, akkor ezt összeilleszted, de ha ez ide nem illik, akkor fogsz egy másik klipet, akkor ide másolod. Ha például túl hosszú egy klip, mint például ez, akkor megfogod és levágod. Persze mindez digitálisan, nem ekkora bazi nagy ollóval. Ezeken a filmeken valamelyik magyar film található rajta. Nem tudom, hogy mennyire látszanak, de mindjárt levideózom őket. Ha esetleg valaki felismeri, akkor írjátok már meg nekem léci kommentbe a videó alá, hogy melyik filmből van ez a jelenet. Szóval, ja, hogyha felismeritek ezeken a filmtekercseken a filmnek a címét, akkor léci, mondjátok már el nekem itt a videó alá kommentbe. És ha valaki szeretne egyet magáévá tenni ezek közül a filmtekercsek közül, akkor írjon nekem az e-mail címemre, és ott megbeszéljük a további dolgokat, hogy fog eljutni hozzá. Oké? Okay? Gyerekek, ezt nem hiszem el! Megtaláltam a hoverboardot! Megtaláltam! Eddig el volt veszni, nem tudtam, hogy hova raktam. Itt hagytam kint a Marosparton. És még megvan, nem tűnt el!
Megnézem, hogy van-e benne még erő. Á, még van, nem használta ki senki. Na most elmondom még egyszer, mert nem hallottátok. Azt mondta Évike, hogy nem az eszemért szeret. Hát igen, néha előfordulnak ilyen botlások. Nem is botlásnak nevezném, hanem... Nem, senkivel nem fordul ilyesmi elő, csak veled. Várj, azt hittem, hogy valami durvábbat mondasz, mert tudod, nézőknek nem szabad túl. Most egy picit elszédítelek benneteket, jó? Már én szédrök. Legutóbb én használtam a Marospart kulcsát, és egy picit megdobbant most a szívem, hogy ott van-e a táskában, vagy azt is véletlenül valahova máshova raktam, mint ahova kellene. Ne felejtsétek el, hogyha szeretnétek megnyerni ezeknek a fidget spinnereknek valamelyikét, akkor nem kell más tennetek, mint ide kattintani legelőször is, megnézni ezt a videót, majd megosztani és kommentelni a videó alá. Nem ez alá a videó alá kommentelni, hanem ez alá a videó, ami itt van. Itt van egy kis i betű, hogyha ide kattintatok, akkor meg tudjátok nézni a fidget spinnerről szóló videót, és az alá kommenteljetek be. Körülbelül 6 nap múlva fogom kisorsolni a nyerteseket. Ezért nagyon fontos, hogy ez alá a videó alá, ami itt találtok, tehát kattintsatok ide a sarokba, az alá kommenteljetek. És a kommentek alapján fogom kisorsolni ezt a 2 darab fidget spinnert. Ajándékba teljesen díjmentesen, postaköltségmentesen, minden együtt. Oké. Szóljatok az ismerősöknek, szóljatok a barátaitoknak, vagy azoknak, akiknek még szüksége lehet ilyen fidget spinnerre, és szeretnének nyerni egyet ajándékba. Akkora hőség, gyerekek, én megszomjaztam. Még jó, hogy van itt a közelben egy ciciszökőkút. Kipróbáljuk a ciciszökőkutat. Oh,